A biztos benmaradás megcélozza vágott neki a szezonnak a másodosztályba hosszabb szünet után visszatérő kisvárdai KC, ahol ősszel egy tovább építhető csapat alapjait igyekeztek lerakni Rácz Sándor szakmai igazgató irányításával. A játékos keret gyakorlatilag teljesen átalakult, új hazai és külföldi kézlabdázók érkeztek, így kérdéses volt, hogy milyen eredményekre lesz képes az együttes. A KKC jól kezdte a bajnokságot, amelynek dereken ugyan volt egy kisebb hullámvölgy, de végül 8 győzelemmel, három döntetlennel és két vereséggel a harmadik helyen várhatja a folytatást a kisvárda. Én úgy gondolom, hogy némiképp meglepetést okoztunk, hogy újonzként teljesen mindegy, hogy hos mint által össze ez a csapat, föl tudtuk küzdeni magunkat egy elég huszáros végjátékkal a dobogóra egy kör után, és én úgy gondolom, hogy a játékunk is rászolgált erre. A kisvárdai együttesben voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, de a szakember elsősorban a csapatnak tulajdonítja a vártnál jobb őszi szereplést. A jobb szárnyunk elég stabilnak mutatkozott a Léva és Zsófés és a Lea. Kapuban produkáltunk még úgy gondolom folyamatosan egy meccs kivételével a közepesnél jobb teljesítményt. Az irányítók, ugye három irányító játékosom van, rajzolódik ki, mindegyiknek van erőssége, van sajnos gyengesége is, beállóban megfogyatkoztunk, tehát egyedül a Tarjányi, van neki is voltak nagyon jó meccsei, meglepetésre a bal szélünk alkalmanként igen-igen igen, gólerős volt, a Héjas meggyőző volt Komsa claudia néhány meccsen, Hát a balát lövőbe ott, 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 ott keressük az arcunkat, ugye a sérülésből felépülő Maria az még igazából nem százszázalékos teljesítmény, de ki kell emelnem a Dudás Georginát, aki védekezésbe komoly arculatot adott a csapatnak. Összességében tehát nálam a sztár még mindig a csapat. A bajnokság február első hétvégén folytatódik, a kisvárda január 4-én kezdi el a felkészülést. A csapat sorsolása kedvezőbb az őszínél, mivel több hazai, mint idegenbeli meccset játszanak majd lévaiék. A célok is módosultak, most már a tabella első harmadában szeretne végezni a KKC.